könyvek lapjain olvasható betűknek olyan varázsa van, amelyeknek hatására bárhova és bármikor elrepülhetünk. Olyan ez, mint egy időgép, ami térben is utazik, és ha nincs lehetőség arra, hogy a világot mi magunk fedezzük fel, akkor ezt megtehetjük a könyvek segítségével. Hát én gyerekkoromban nagyon sokat éltem intézetekben. 12 éves voltam, amikor a szüleim beadtak intézetbe, és ezek az intézetek, hiába vagyunk sokan, nagyon magányos helyek, mindenki egyedül érzi magát benne, és én ki akartam mesélni magamból azokat az érzéseket, amik engem foglalkoztattak, a félelmet, az örömet, mindenféle dolgokat, és ezért kezdtem el rövid írásokat összehozni. Szerettem történetet mesélni, úgyhogy 17 éves koromig odáig jutottam, hogy végül is elküldtem egy újságnak egy írásomat, és az megjelent, ez volt az első nyomtatásban megjelent írásom. Az írás olyan, mint egy utazás. Én mindig úgy választok témát, hogy éppen hova szeretnék utazni, melyik világba szeretnék elutazni. Így született aztán később a Ambrózi sorozat, amikor egyszer csak azt kezdtem érezni, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen lehetett Magyarország az 1900-as években, milyen lehetett Budapest, milyen lehetett a monarchiában élni, milyen fazonok, milyen pofákat lehetne felsorolni, vagy felsorakoztatni egy ilyen regényben. Tehát elkezdett izgatni a kor, elkezdett izgatni az is, hogy vajon sikerül egy krimit összehozni, mert hogy korábban is írtam már hasonlókat, de igazán klasszikus krimit még egyszer sem. És hát így született aztán az Ambrózi, hogy oda akartam utazni abban a korba és időbe. Hogyha nem kap el a betegség, akkor egészen más pályára mentem volna. Az édesapám pilóta volt, és én is nagyon szerettem repülni. Nagy valószínűséggel, hogyha alkalmas lettem volna rá, akkor elmegyek pilótának, és akkor lehet, hogy eszembe se jut, hogy írjak, vagy úgy csináltam volna, mint Saint-Exupéry, hogy repülök és írok. Böszörményi Gyula, József Attila díjas író nevét ismerhetjük a Gergő és az Álomfogók című ifjúsági regénysorozat, az Ambrózi báró vagy a Lúzer Rádió Budapest kötetek kapcsán, amelyeket a kötettervekkel, az író levelezéseivel és a díjaival együtt most a Tiszakécskei könyvtárban kiállították. Van nekem egy nagyon kedves barátom, Müller Péter Sziámi, a Sziámi zenekar frontembere, és én akkor már nagyon sok mindent írtam, amikor barátok lettünk, mindenféle dolgokat, még álnéven is írtam, romantikus regényeket, meg horrort, sci-fit, mindenfélét, de valahogy egyik műfaj sem volt sikeres igazán. És akkor a Sziámitól megkérdeztem egyszer, amikor beszélgettünk, hogy szerinte mit csinálják, és azt mondta, hogy gondold végig, hogy mit nem írtál még, kiknek nem írtál még. Például gyerekeknek vagy ifjúsági könyvet még nem írtál, próbáld meg, és ekkor született meg a Gergő és az Álomfogók, ami egyben azt jelentette, hogy sikerült rátalálnom a saját hangomra, ez gyűrületes nagy siker lett akkoriban ez a könyv, és így álltam rá jó ideig a ifjúsági regényekre. A science fiction nagyon szeretem, időnként szoktam is a mai napig science fiction novellákat írni. 2 évvel ezelőtt sikerült is megnyerni a Zsoldos Péter díjat az év legjobb sci-fi novellájával. Tehát ezt a műfajt nagyon kedvelem, nagyon szeretem a krimit, legalábbis a jó krimiket, az elgondolkodtató és érdekes és fordulatos krimiket. De tulajdonképpen szeretek vándorolni a műfajok között. Nem szúrok ki egyet magamnak, és azt mondom, hogy csak ez érdekel, hanem mindenfélét olvasok. A regényeinek vannak visszatérő szereplői, akikkel több kötetben is találkozhatunk. Az egyik ilyen például az Ambrózi báró, a Zord természetű mesterdetektív és Bájos segédje, Mili kisasszony. Az Ambrózi köteteknél ott viszont részben hitelesnek kell lenni, hiszen ott valódi helyszíneken játszódó, egykor élt embereket is mozgatok a történetben, mint például Erdős Rölejt, vagy Tarján Vilmost, a híres bűnügyi tudósítót. És ezeknek az embereknek ismerni kell a körülményeit, az életét ahhoz, hogy hitelesen tudjam őket ábrázolni ezekben a sztorikban.
Böszörményi Gyula regényei kifejezetten népszerűek a magyar fiatalok körében, ami azért is jó, mert általuk sokan ráébrednek arra, hogy érdemes kortárs irodalmat is olvasni. Amíg vannak írók, addig jó a helyzet, és vannak írók, remek íróink vannak a kortárs irodalomban is, Grecso Krisztiántól Dragomán Györgyen keresztül, Tóth Kriszta novelláit tudnám mondani, hihetetlenül jó íróink vannak. Azoknak, akik a nem tudom, hanyadik köteten túl vannak, azoknak is jönnek olyan időszakai, amikor egyetlen értelmes mondatot nem tudnak leírni. Nekem is gyakorta szokott ilyen lenni, hát ezt át kell vészelni, ilyenkor elő kell venni más munkát, javítgatni kell régebbi írásokat. Ilyenkor lehet azt mondani, hogy jó, akkor önmagamból elegem van, úgy látszik, akkor most olvasok olyanokat, akiket szeretek. És koncentrálni kell, és kínlódni kell, és egyszer csak megindul a dolog. Valamikor nagyon fárasztó, nagyon kimeríti az agyat, ez minden esetben igaz. Aztán vannak egészen különleges állapotok, amikor egy-egy jelenetnél, egy-egy szituációnál, amit éppen írok, elkezdem azt érezni, mintha nem is én írnám, hanem diktálnák, valahonnan diktálnák, és akkor alig győzem írni olyankor, mert tulajdonképpen olyankor titkárnővé válok, és csak gépelem gyorsan a szöveget, és sietnem kell, hogy el ne felejtsem, hogy mi is zúdult bele a fejembe. Ezek ilyen nagyon-nagyon áldott pillanatok. Általában ezek szoktak a legjobb részei lenni egy-egy könyvnek. Az író rengeteg elismerést kapott alkotói munkája folyamán, könyveit megfilmesítették, valamint színházi előadásokká is átdolgozták. Az utóbbi hetekben például vértizzadtam, mert egy újabb regényt szeretnék írni, és valahogy ez a történet nem akart összeállni. Máskor pedig magát a történetet pillanatok alatt ki szoktam találni, és felvázolom hátról az éjig, hogy mi fog történni, ez valahogy nem akart összeállni. Máskor például a regény címét rettenetesen nehéz megtalálni. Volt úgy, hogy a nyomda várta telefonomra, hogy mondjam már meg, hogy mit nyomjanak a borítóra, mert mindig nincs címe a könyvnek. Tehát mindig valami más. Aztán, amikor már elkapja írás közben az embert a gépszi, akkor már könnyen folyik a történet. Úgyhogy azt hiszem a cím és a maga a történetnek a vázlata az, ami a legnehezebb. Az első írók, akik még nem írták le a történeteiket, azok a tábortűz mellett vadászat után azzal szórakoztatták a többieket, hogy vad dolgokat, vad sztorikat találtak ki. Így születtek meg az első horgász történetek, amikor a 10 centis halból 50 kilós lett, és a kismacskából pedig kartfogó tigris, tehát ilyen felnagyították a saját történeteiket, és ez nagyon szórakoztatott mindenkit. És ettől kezdve az emberiség számára mindig szükség volt mesélőkre. A mesélők egyrészt tanítottak, olyan történeteket mondtak el, amikből lehetett életszituációkat tanulni, hogy viselkedjünk, hogy éljünk meg élethelyzeteket, bölcsességeket közvetítettek ezek a történetek. És a mai napig szerencsére az emberek nagyon szeretik azokat, akik történeteket mesélnek nekik. Jelenleg Tiszakécsként él és dolgozik, ahol feleségével az Álomfogó Alapítványt működtetik. Hát egy írónak akkor van lehetőség, hogyha van papírja, meg tolla, és tök mindegy, hogy hol lakik. Illetve jó, hogyha valami nyugodt környéken lakik. Ez Tiszakécske egy pontosan akkora méretű város, amit én nagyon szeretek. Nyugodtan lehet este 10-kor is sétálni az utcán, mégis minden bolt és minden, ami kell, megtalálható a környéken. De hát a legfőbb indok az, hogy ide nősültem, tehát így kerültem Tiszakécskére. Olvasni, rengeteget kell olvasni. Azért kell olvasni, mert azok, akik már előttünk jártak, nagyon sok mindent megtanultak az írásról. Hogyha elemezve olvassuk az ő írásaikat, akkor rengeteg trükkre rájöhetünk. Rengeteg olyan finom megoldást találhatunk a nagyok regényeiben, amit ők már tudtak,
mi pedig még esetleg majd most fogjuk megtanulni. Tehát nem csak azért kell olvasnia egy kezdőírónak, mert a szórakoztató, nem azért, mert rengeteget tanulhat belőle. Minden jó regény az tulajdonképpen egy tankönyv egy kezdőíró számára. Én nagyon sok fiatal íróval vagyok kapcsolatban, illetve kerülök kapcsolatba, kéziratokat küldenek, szoktunk találkozni, beszélgetni. Na most, ha egy kezdőírónak az első kérdése, hogy mennyit lehet ezzel keresni, akkor rögtön az a válaszom, hogy akkor te nem leszel író soha. Tehát, hogyha a pénz érdekel, vagy a siker érdekel, akkor ez nem fog összejönni, mert nincs benned meg az a hajtóerő, ami íróvá tehet. Ezen kívül meg azt tudom tanácsolni, hogy rengeteget kell írni. És nem azért, mert hogy ez majd meg fog jelenni egy labban, vagy meg fog jelenni egy novellás kötetben, esetleg rögtön megírom a nagy regényt. Nem azért, hanem azért, hogy minden nap gyakoroljon az ember. Lehet írni naplót, blogot, bármit. Az a lényeg, hogy naponta a kezdőíró legalább egy órát írjon, akármilyen marhasságot. Biztos vagyok benne, hogy vannak emberek, akik egyszerűen arra születtek, hogy történeteket meséljenek.